Sziasztok, üdvözöllek az Old School Garage műsorából. A mai műsor a Cadillac Múzeumról fog szólni. Akteleken vagyunk. Tunes and homemade booze, but it always goes too far. Shooting pool, crack a jack, take off now and don't look back. But hey, don't you wanna play? Hold on, sugar, why you look so sad? Come on now, mama, ain't so bad. You got fast cars, movie stars, party on down the street with Mary Jane, good cocaine, lay me down there again. Double down, throw some dice, take off now, don't think twice. But hey, don't you wanna play? Baby, go on. És ugye a 30-as évekre jellemző már az alkoholnak a promózása. Innentől kezdve tulajdonképpen elég sokáig lényegében az amerikai alkoholra jellemző, akár így a 70-es, 80-as évek nagyon jellemző a vastagú promózottság. És akkor itt most elérkeztünk a kiállításnak az egyik aktojásához. Ugye, mert hát Cadillac Múzeumról van szó, de ez egy nem Cadillac, hanem ez egy LaSalle. Itt ugye lehet látni, hogy az emblémája is más, illetve a két lámpa közti feliratban is megjelenik a dolog. Ez egy almárkája volt a Cadillacnek, és hát abból indult ki ez az egész, hogy legyen egy ilyen márka, hogy a 20-as években a General Motors 5 márkából tevődött össze. Ugye a top modell a luxus a Cadillac volt, alatta kicsit bepozícionálva a Buick, aztán az Oldsmobile, az Oakland és a népautó volt a Chevy. Eltelik 10 év, és ez alatt annyira szétnyílik az áruló a különböző márkák között, leginkább a Buick és az Oldsmobile között, hogy ezzel ugye vásárlókat veszít a divízió, és akkor kitalálják, hogy nagyjából így egy időben történik meg ez a váltás, hogy 4 almárkát beszúrnak. Az Oakland, ami egy megszűnt márka, ezt ugye 1907-től 1933-ig gyártották, alá bepozícionálják a Pontiacot, amit ugye mai emberek azért ismernek, ez is 2010-ig igen, gyártódik. Majd két nagyon nem ismert márka, a Buick alá a Market, az Oldsmobile fölé pedig bepozícionálják a Vikinget. Ezek 1 és 2 éves időtartamba gyártódnak ezek a márkák, illetve a LaSalle a Cadillac alá lesz bepozícionálva, ami viszonylag hosszú időt él meg, 27-től 40-ig készül ez a márka. 13 éven keresztül. Igen. Ahhoz, hogy ez gazdaságos legyen, ugye ezt úgy oldja meg a gyár, lényegében ez lesz az olcsó Cadillac. Az alapkoncepció az, hogy a legolcsóbb Cadillactől $1000-ral kerüljön kevesebbe egy LaSalle. És hát, hogy ez gazdaságos is legyen, szúgyolják meg, hogy ezek a úgymond kisebb autók, ezek általában ilyen Town Sedan vagy kupé változatban készülnek, viszont motorikusan ugyanazt, illetve műszakilag ugyanazt a tartalmat kapják, mint egy Cadillac. Tehát ebben a LaSalle 345B-ben egy 5800 köbcentis, 115 lóerős motor dolgozik, még mindig flathead, 3 sebességes váltóval, szinkronizálat van még a váltó, viszont egy nagyon gyors autó, bár az, hogy kicsi, könnyebb, stb. Az elősen idézőjeles, mert hát ugye ez az autó 5 méter 20 hosszú, és közel 2300 kg. Nagyobb, mint egy mostani Volvo. Igen. De hát ugye a Cadillachez képest mégiscsak kisebb.
És ugye rá, mindenki így rámegy elsőre, hogy gangster autó, de ez nem kifejezetten sztereotípia, hanem ez egy nagyon kedvelt típusa volt a bűnözőknek, amiatt, hogy a korabeli rendszeresített rendőrautóknál sokkal gyorsabb jármű volt. Ennek az autónak, ahogy így utána olvasgattunk, hát ilyen nem teljesen egyértelmű, van, ahol 120 km/órát írnak, de olvastam olyat is, ahol 150 km/órás végsebességet írnak. Mind a kettő elég nagy sebesség, én azt gondolom. Itt már szerencsére van hozzá 4 darab blokkfékünk, ami lassítja az autót. Ezek még teljesen mechanikusan rudazott és bordelek segítségével adják át a fékerőt a pedálról. Tehát könnyebben azért megállunk mondjuk a másik járművel. És emiatt volt kedvelt típusa a gangstereknek, illetve a Cadillacnek van egy másik olyan kortársaihoz képest sokkal előrébb mutató terméke, úgymond, hogy 1925-től ők már két tónusú fényezéssel is árulják az autóikat, illetve egy DuPont által kifejlesztett lakkal vannak kezelve a felületek. Tartósabb lesz a festés, és ami nagyon durva, hogy az akkori kor vásárlója 500 színárnyalatból választhat. És 32-ben, de sőt már 25-től, tehát ez már addigra standard volt, és amit meg így, ahogy utána olvastam, kiderült, hogy ha nem voltak túl extra igényeink, leadtuk, hogy mit szeretnénk, színnel egyébben, 2 héten belül megkaptuk az autót, nagyon elrugaszkodott igények esetén is, legkésőbb két hónapon belül megkaptuk az új autónkat a Cadillactől vagy a LaSalle-tól. Akkor nem úgy működött, mint a Mercurnál, hogy 5 évet kellett várni egy zsigulira. De manapság is már ilyen 1 éveknél tartunk sok esetben. Jó, most ugye van benne ez a csipkány meg egyebek, de azért most is, hogyha ugye nagyon személyre szabjuk az autót, akkor több hónapot kell rá várni, ha nem csak egy ilyen... De ahhoz képest ez piszok gyorsan le lett gyártva, akkoriban, amikor még a technológia nem ott tartott, mint most. Igen. Itt már ugye minden krómozva van, és hát ha az előző modellel összehasonlítjuk, elég markánsak a különbségek, sokkal szebbek az autó vonalai. Ez amiatt van, hogy a 30-as évektől már nem csak mérnökök, hanem formatervezők is beleszólnak egy-egy autó készítésébe. A GM-nél Harry Earl a fő dizájnere, úgymond az autóknak. Neki és a csapatának köszönhetőek ezek a szép vonalak. Hát nekem ennél az autónál mondjuk az egyik kedvencem, tehát egyébként mindenhol jól néz ki, de mondjuk erre a dizájn dologra már a legjobb példa a hátsó lámpa. Tehát így nagyjából semmi nem indokolja, hogy így nézzen ki egy hátsó lámpa, de igazából így szép. És így megy az autóhoz. Már akkor elkezdődött az Amerikába, hogy jól kell kinézni az autónak. Igen. És hát ugye amikor látunk ezeket a fehér csíkok, ezek természetesen szabad kézzel vannak. Pinstriping. Vannak akiknek ez benne van a kezében. Most már nagyon kevés ember van, aki csinálja a pinstripingot. A kocsi belseje teljesen eredeti, tehát ez a 32-es kárpit benne. Hát nyilván az idő az látszik rajta. 90 éves az autó. De kényelmes, gyönyörű műszerfala van. És hát itt már, ugye ez is a formatár jegyében, a bal szélső nagy műszer, illetve fel is műszer, az egy óra. Ezt már a svájci Jäger óragyár szállítja a Cadillacnek. Ugye még ma is működő óramanufaktúra. Mondhat én is, hogy prémium órákat gyárt. Ez lenne a lábtartó? Igen, egy lábtartó, ami teljesen hátrahajtható. Tehát, hogy ne legyen útba. Szóval ne legyen útba, igen. Ne essen fel benne senki kiszállás. Szivargyújtó, hamutartó, mind a két oldalon lámpakapcsoló. Az autón ugye 8 üveg van. A 8 üvegből 7 az mozgatható, ugye a két oldalsó teljesen lenyitható, ez a kis... Ja, ezek lenyitható? Ja, értem. Ezek is nyithatóak, igen. Illetve magát a félvédőt is lehet mozgatni tőle. Egy ilyen 2-3 centit tudjuk mozgatni. Ugye a kor jellemzője volt, hogy elég sokan szivaroztak, ami elég nagy füsttel jár.
és így sokkal könnyebben át lehetett szellőztetni az autót, illetve hát a rossz nyelvek szerint a hamutál is azért került fel oda, hogy amikor fogjuk a kormányt és a kezünkben a szivar, akkor csak a végét így meg kell pöccíteni, és már is oda indul a hamu. Még ez az autó is pedállal indul, de már nem kell azt a procedúrát eljátszani, mint a Phaetonnál. Ráadjuk a gyújtást, és ahogy megnyomtuk a pedált, akkor kezd el forgatni, kézi szivattó még van, még itt is van egy kézigázunk fönt, de az alsó kapcsoló az már a világítást működteti, és hát ami érdekesség, hogy a kormány közép az fix. Tehát az embléma az mindig fölfele néz. És hát ugye itt már mindenféle visszajelzőnk van, töltés, üzemanyag, vízhőfok, nyomás, és talán ez a legérdekesebb visszajelző, ez ehhez a karhoz tartozik. Az autónak 5 fokozatban állítható a lengés csillapítása. Dörzs lengés csillapítók, tehát két ilyen dörzsölődő felület a rugóerő állításával, vagy növeli, vagy ami nagyon modernnek számíthatott akkoriban. Hát 32-ben. Ugye, ha belegondolunk, ma is nem túl sok autóban van ilyen lehetőségünk. Azért mondom, hogy az szuper modern lehetett. Egy teljesen hasonló kinézetű kivitel volt Al Capone-nak, természetesen az övé Cadillac volt. A korabeli rendőrségi zöld-feketére voltak ezek festve, hogy jobban lehessen begyűrni bűnözés közben. Ami lényeges volt azért régen. Igen. És az övé egy páncélozott kivitel volt. Akkoriban a technika maximum volt az, hogy 2,5 centi vastag üveget tudtak gyártani az ablakokba. Az ajtók, illetve az egész kocsi le volt páncélozva. És neki volt annyi extra, hogy a hátsó ablak zsanérozó volt, nyitható volt, tehát menekülés közben hátra a Thompson géppisztolyokkal lehetett sorozni. Illetve hát a rossz nyelvek szerint ez a úgymond öngyilkos ajtó is, azért volt nagyon praktikus, mert előre is lehetett belőle sorozni. Úgyhogy nagyon alkalmas volt erre a dologra, és hát ugye ez az autó olyan szempontból teljesen egyedi és egyedülálló, hogy ő is egy filmsztár autó. A Keresztapa című film első részének egy kellékautójáról van szó. Tehát ez nem egy olyan autó, ez az az autó, ami a filmben. Tehát ez konkrétan az az autó. Az az autó, igen. A 2008-10 környékén került árverésre, és akkor került a minden tulajdonával járni. De ez tényleg gangster autó kinézetre. Egyébként van még egy érdekesség, hogy az Al Capone-féle kivitel, azt a 1930-ban lefoglalják tőle, érdemelj elismeréseképpen. Majd eltelik néhány év egy raktárban, porosodva, és itt kötődik össze Al Capone és Rooseveltnek a neve. Na nem a közös ügyleteik kapcsán, hanem 41-ben, mikor Amerikát megtámadják a japánok Pearl Harbornál, akkor hát ilyen érdekes a helyzet, akkor Roosevelt egy Packard szolgálati autóval rendelkezik, ami nem páncélozott, illetve nagyon szűkös volt a költségvetés, 950 dollár volt az éves keret elnöki autóra, és hát egy páncélozott autó ettől sokkal többbe került. Na most ugye, hogy belépnének a háborúba, egy kongresszusi beszédet kéne neki mondani, viszont a biztonsági szolgálat fél attól, hogy nehogy támadás érje őt valami a japánok részéről, de valakinek eszébe jött, hogy a raktárban ott áll egy páncélozott Cadillac. Úgyhogy ezt előszedik, beüzemelik, és ezzel szállítják őt a kongresszusba, sőt egy-két évig ez lesz az elnöki autó abban az időszakban, és az első ilyen úton megkérdezi tőle egy munkatárs, hogy hát, de hát elnök úr, hát mit szól ehhez, hogy egy gangsternek az autójával viszik a kongresszusba, és akkor erre csak így humorosan azt válasz, hogy remélem Capone úr nem bánja. Úgyhogy vannak ilyen érdekes összefonódások mindig a világ dolgaiban. Egyébként az idei évben került föl ez a páncélozott autó, ismét a árverési oldalakra. Jelenleg 1 millió dollárért megvásárolható ez a működőképes példány. Ami lehet, hogy most jelenleg magyar pénzben sok pénz, de egyébként, mint történelem, nem sok pénz.
Igen. Egy gyémántért akarnak több millió dollárt, ami egy az előző tulajdonos váltásnál egyébként, ami így a 2000-es évek elején volt, akkor ilyen 601 néhány ezer dollárért cserélt gazdát. Illetve legjobban az járt, aki az autó kormányzati leselejtezése után megvette, mert ő ilyen 3500 vagy 700 dollárért vásárolta, és akkor került át Európába, Angliában volt az autó elég sokáig. De ez mikor volt? Hát tehát így is volt, nagyjából az 50-es évek eleje, vagy a 40-es évek végén, tehát néhány évig használta magát az autót az elnök is, és utána így tartalékba került, és aztán rá pár évre leselejtezték, és úgy vásárolta meg az akkori tulajdonos. Tehát régen volt. Régen volt, már nem biztos, hogy megélte a tulajdonos a befektetést. Itt is vannak ilyen homályos pontok, mert hogy ilyen egyéb papírokból kiderült, hogy a valóságban Al Capone-nak 3 darab ilyen volt, és így nem sikerült beazonosítani, hogy ez most vajon melyik a 3-ból, illetve hogy hol van a maradék 2. És akkor jövök most a következő autóhoz. Igen, itt időben nem sokat ugrunk, 1936, viszont olyan szempontból különleges a dolog, hogy ez egy nagyon ritka típus, ez az 29-es kabrió, ami a lényeg, hogy összesen 106 darab készült belőle. A teljes gyártási ciklusban, amíg ez a típus készült, 6 évig, nagyjából évi 100, tehát összesen 600 darab készül ebből a típusból. Változó, hogy évente mennyi van, amikor csak 98, van, amikor 106, de összességében ilyen kevés darab számban készül. Ez a, ha jól emlékszem, a 88-as karosszéria számú példány a 36-os évben. Teljesítményben nem sokat változik, 135 lóerő jön ki már a 5-7-es flatheadből. Ez még mindig flathead akkor. Flathead, igen. Műszakilag viszont van benne pár újdonság. Elől független felfüggesztésű tekercsrugós. A teljes fékrendszer hidraulikus. És talán ami a legfontosabb, hogy már a váltója a szinkronizált. Tehát teljesen mai módon vezető. 36-ban. 36-ban már szinkronizált volt. Itt ugye minden a fülcsínyről szól. Ez kifejezetten ilyen reprezentációs célokat szolgáló autó, tehát az a lényeg, hogy nagyon jól látszon az, aki benne ül. Ugye semmiféle hátsó ilyen zavaró elem nincsen az autón, viszont ugye a szokásos kedileges praktikussággal van megoldva. Ugye ez egy szép nagy autó, itt már 5m40-nél járunk, és hát 2300 kg a tömeg. A 135 lóerő egyébként a gépkönyve szerint 143 km per órás sebességre tudta gyorsítani az autót. És hát amikor be akarjuk zárni, akkor a következő csak a kerülőn. Tényleg a csomagtartót. Kivesszük a B-oszlopot, illetve a toldalékot. Ajánlom, hogy fogd meg. Tehát ez a van benne anyagtípusú. Igen, ezt jó, hogy nem említettem már. Igen. Ez a kis elem. De régebben mindenki erősebb volt. Igen. Ezt ide becsavarozzuk ezzel a szárnyas csavarral. Ugye az ajtót, hogyha kinyitjuk, és az ablakot feltekerjük, akkor a fém keretek révén rázárulja a tömítőfelületre, és hát van egy érdekesség, ezek a nagyon tetszik, ezek azok az apró kedileket dolgok. Ugye a hátsó üveg az ferde. Na most, ha ez itt nem lenne itt, akkor látnánk ezt a nagy lukat. De ezt úgy oldják meg, hogy így ez a kis lemez betakarja nekünk ezt a nyílást, amikor fölzáródik, akkor ugye van a lezárt rész, a tetőt rá tudjuk hajtani, ugye itt ezek a csapokra ereszkedik rá, illetve elő is van egy ilyen központosító, és három kis csattal le tudjuk rögzíteni az elejét. Nagyjából az egész autó egy ilyen 2 perc alatt teljesen lezárható elsőmentesre. Ami egész jó idő, mert nagyon sok autó volt, ami egy picit bonyolultabb volt a tetőfelrakása. Ami nekem ilyen megint csak tetszik, hogy nagyon pici a tároló rész, nem csak így, hanem ha innen a csomagtartóból benézünk, nem foglal le ott se sokat, ott ennyi az összvisz
mélységben is, amit elfoglal, és hát azért láthatjuk, hogy ez egy szép nagy tető. Hát ez több mint 2 méter hosszú. Két embernek igazából nem sok időbe telik, hogy... Mint egy uaz. Hogy hát, az, majdnem, az, az bonyolultabb szerintem. De nem úgy hosszabb. Méretre, igen. Hátul is azért óra benne. Igen, az is természetesen jégeróra. Ablak felhúzható. Igen, hogyha ugye nem szeretnénk, hogy a sofőr hallja, hogy mit beszélünk, ez természetesen akkor lehet csak, hogyha bent vannak az oszlopok, mert amúgy ugye kidül az üveg a helyéről, ha nagyon felhúzzuk. Van bent szivargyújtó, illetve innen az ajtóról tudjuk kapcsolni magát a belső világítást. Hamutartó a középső kartámasz lehajtható, és hát a láptér is hatalmas, és nagyon kényelmes. Hatalmas autó. Ilyet érdemes beleülni, tehát így elsüppen az ember ezekbe a fotelekbe. Nem a mai világ. Hát azért ebbe azért lehetett utazni. Itt volt hely. És hogy mennyire modern? Mondhatni úgy olyan, mint egy mostani kocsi, kulcs, gyújtás, annyi, hogy szivató, de már gombbal indul. Tehát egy indító gombunk van. Tehát igazából az a technológia, amit olyan 2006 körül kiadtak újra, hogy gombbal is lehet autót indítani. Igen, ez már megvolt 1936-ban is. Gombos indítás. Ebben az időszakban egyébként a mérnökök nem nagyon voltak elégedettek az autó teljesítményével, és ezt úgy gondolták, hogy először hengerszám növeléssel akarták megoldani. Tehát ugye az eddigi autókon tudjuk, hogy V8-osok, de nem volt sose jelölve. Ennél viszont már ott van az órán a V8-os jelölés, és ez azért került fel rá, mert ezekből a változatokból létezett V12-es és V16-os elrendezésű, hengerelmi elrendezésű változat. Viszont ezek nem hozták meg azt a teljesítménynövekedést, tehát a V16-osból nem lett egy 270 lóerős motorunk, hanem jóval kevesebb, viszont rengeteg műszaki problémát szültek, tehát igazából ez egy ilyen zsákutca volt így a motortervezés tekintetében, többnyire inkább ezek a V8-osok mentek. Itt a másik autónál is ugye láttuk ezeket a hűtőkopoltyúkat, amikkel a motorházat tudjuk szellőztetni, ott azokat egyesével lehet nyitni, zárni, itt egyszerre 5 ilyen rostét tudunk lezárni, illetve ha nyitni akarok, akkor ugye így tudjuk praktikus. Hogyha valaki Kaliforniában lakott, akkor itt tudta szellőztetni a motort. Hogyha meg valaki New Yorkba és tél volt, akkor bezárta. Nem kellett. Igen. Sőt, erre még van egy plusz gyári alkatrészünk is. Ugye látszik, hogy a hűtőrács az elég ritka, szőnyésű, és ugye elég mély nyílások vannak benne. De a gyár adott hozzá egy ilyen hűtőtakarót. Most pont fordítva van hajtva, tehát ezeknek a rugós részeknek ugye befele kell menni. De nem, így van. Ugye ezt ide föltesszük, és ezt a kis... Nem nagyon merem, mert... Nem is kell, de... Lényeg az, hogy be tudjuk akasztani, és a szennyeződések nem mennek bele, a bogarak, egyebek. Ha olyan helyen közlekedünk vele. Tehát, hogy ilyenre is gondoltak annak idején. Azért elég modern technológia volt. És hát ugye a kinézet, a dizájn jegyében két pótkerekünk is van, ezek is így el vannak bújtatva ilyen burkolatok alá, nem bonyolult, egy csavart letekerünk, le tudjuk húzni róla az egészet, és már is hozzáfértünk a kerekekhez.
praktikus, gyors és jól is néz ki. Igen.